Vekerletelep Budapest 19. kerületének sajátos karakterű városrésze, amely tervszerű állami építkezés eredménye. A 19. század utolsó negyedében Budapest lakossága 2,5-szeresére nőtt, miközben ugrásszerűen fejlődött a gyáripar, s vidékről több ezer munkás került a fővárosba. Szükségessé vált egy újszerű lakásépítési koncepció, amellyel a vidékről jött emberek lakhatási igényeit elégítették ki. Kós Károlynak a szobra előtt ülünk, aki a Vekerletelepnek úgymond a szellemi atya is volt. Az ő elképzelése az volt, hogy modern építészetet úgy kell teremteni, hogy a régi építészetnek a hagyományait, és itt ő elsősorban a népi építészetre gondolt, kellene megőrizni. 1908-tól 1925-ig épült a Vekerletelep, és az építés irányítója az első periódusában, tehát ez a 1908-tól 1912-ig tartó időszak, Kós Károly volt. Magyarul ő dönthetett arról, hogy milyen épületek épülnek, tervezői megbízást is kapott. Néhány épületet természetesen megtervezett, és a kortársait kérték fel arra, hogy a többi épületet is megtervezzék. Na most itt arról van szó, hogy az egységes szemlélet úgy valósul meg, hogy mégis minden építésznek a kezenyoma látszik az épületeken, tehát egy kicsit más és más, de ugyanolyan stílusú. Itt a stílus ugye a népies, szecessziós, századfordulós stílusról van szó. Jelenhet meg a telepnek az arculatában, pontosabban a főteret övező házaknak az arculatában. A Vekerletelep építése 1909-ben kezdődött meg, Vekerle Sándor pénzügyminiszter kezdeményezésére. Vekerle volt az első magyar kormányfő, aki politikai tevékenysége idején háromszor is kormányt alakított. A telep a Garden City Movement kertvárosi mozgalom egyetlen magyar példája. A negyed építésekor 50 ezer fát és 16 ezer gyümölcsfát ültettek, lakásonként 4-et. Maga a gondolat, hogy a munkásoknak bérlakásokat építsenek, ez Vekerle Sándor volt ennek a kigondolója, és ezt a tervet következetesen végigvitte. Adott volt egy hatalmas terület Kispest határában, ami akkor még nem tartozott Budapesthez, magát a Vekerletelepet, aztán 1950-ben csatolják csak a fővároshoz. Tehát ezen a területen felvásárolták a telkeket, geometrikus rendszerint osztották fel, van egy hatalmas négyszögletes központi tere, amely később Kós Károlyról lett elnevezve, illetve ezek a területosztások egy nagyon szigorú geometriai rend mentén jöttek létre, és akkor ebből a négyzetes központi területből sugár irányban indulnak ki azok az utak, amelyek mentén elhelyezkedtek a lakások. 17 évig tartó építkezés alatt összesen 1007 ház épült és 4400 lakás. Kós Károly mellett többek között Árkai Aladár, Birbauer István, Éberling Béla, Komor Marcell, Lechner Lóránt építészek tervezték a központi tér közelében lévő házait. Kispesti munkástelep tervezésének az alapgondolata az volt, hogy egyesítse a vidéki és a városi életformának az előnyeit. A vidéki életformát a lakásokhoz kapcsolódó kisebb-nagyobb telkek, illetve a házakhoz kapcsolódó kisebb-nagyobb telkek garantálták. A városi életnek nagyon érdekesek voltak a gondolatait, elsősorban a közösségi élet, a munkás közösségi életnek a megszervezése, saját mozia, saját egyesületi terme, természetesen önálló szociális intézmények, 4 iskola épült, óvodák, 1920-ra elképzült a munkás Szent József templom. Közösségi épületek közül stílusában kiemelkedik a Bogjaéves motivumú rendőrségi épület.
Magas presztízsű lakótelepnek számított, megfelelő válogatás után, ezt nagyon furcsa így ma hallani, kerülhettek ide a munkáscsaládok. Olyannyira felértékelődött a későbbiekben, hogy egy idő után egy ilyen kispolgári tisztviselőtelepé változott, és ezt a fajta presztízs értékét a mai napig őrzi, hiszen vannak olyan családok, ahol már a harmadik vagy a negyedik generáció él ugyanabban a lakásban, és ragaszkodnak hozzá, nagyon szeretik a fővárosnak ezt az egyedi és különleges hangulatú építészeti és környezeti együttesét. A telep a mai napig megőrizte sajátos arculatát. 2011-ben a Vekerle telep műemléki jelentőségű terület lett. Ennek következtében a házak felújításakor szigorú szabályokat kell betartani. Nem lehet vezetékeket helyezni kívül a házakra, a spalettákat előírt alapanyagból kell készíteni, meghatározott színben.